Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a Szombathely Ma közéleti magazin műsor kedves nézőit. Lehet, hogy néhányan csalódni fognak, mert most azt jelentem be, hogy rendhagyó lesz a mai műsorunk, nem a megszokott menetrend szerint haladunk ugyanis, hiszen a mai Péntektől Péntekig című polgármesteri villám interjú elmarad, a rögzítés nem sikerült polgármester úr egyéb elfoglaltságai miatt, viszont a hely Szombathelynek ma egy kiváló személyiség a vendége, és ma ilyen sem szokhattak meg ebben a műsorban, játék is lesz, úgyhogy ha valaki szeretne egy nagyon értékes könyvhöz hozzájutni, így karácsony előtt bizonyára ajándéknak is szép lehet, úgy készítsen elő tollat, egy mobiltelefont, mert SMS-eket is várunk. Hamarosan indul tehát meglepetés vendégünkkel a hely Szombathely. Egy nagyon szép könyvet fogok a kezemben, és talán kezdjük mindjárt azzal, hogy ennek a könyvnek a bemutatójára ma este került sor. Vendégünk pedig ennek a könyvnek a bemutatójáról érkezett egyenesen ide a stúdiónkba. Bátorság és irgalom Szent Márton életéről szóló regényt tartogatok a kezemben. Ezt fogja megnyerni ma este majd egy kedves nézőnk, aki pedig beszél majd nekünk erről a kötetről, és a mai esténk meglepetés vendége az Veres András megyés püspök úr. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm, püspök atya, hogy elfogadta a meghívásunkat. És a másik vendég pedig állandó vendégünk, Horváth Zoltán újságíró kollégám. Köszönöm, hogy itt vagy, Zoli. Püspök atya, megkérem nagy tisztelettel, hogy mondjon néhány gondolatot a könyv bemutatóról, hogy sikerült, és valójában hogy is dolgozza fel ez a könyv Szent Márton életét? Egy kicsit szokatlan mód, nem így szoktunk hozzá. Igen, azt gondolom, hogy Wilhelm Hünermann nem ismeretlen a magyar olvasók számára, mert hála Istennek több könyve is megjelent ennek az írónak az elmúlt években. 1975-ben halt meg, tehát korban is igen közel áll hozzánk. És ez az első olyan könyv, amit most olvashatunk immár magyarul is, amely Szent Márton életét regényes formában dolgozza föl. Ahogy ön is belelapozott és látta, hogy rengeteg párbeszéd van benne, azt gondolom, hogy éppen ez az egyik erénye a könyvnek. Nem egy történelmi, nem egy kronológiai, életrajzszerű leírás ez Szent Márton életéről, hanem úgy állítja elénk, mint egy húsvér embert, aki gyermekkorától, Szaváriából indulva, hogyan lett szenté, hogyan választott egy sajátos életformát. Amit még szívesen elmondanék a könyvről, hogy a könyvnek a címe németül másképpen hangzik, az irgalmasság lovagja ezt a címet hordozza a németül, viszont mégis úgy gondoltam, hogy a magyar fordításban ez nem ugyanazt sugározza, mint a németben, tehát jobb lenne egy másik szót találni, és amikor elolvastam a könyvet, akkor egyértelművé vált, hogy a lovag fogalma a könyvben a bátorság emberét mutatja. Tehát úgy gondolom, hogy a mai világban talán sokkal kifejezőbb, hogyha a bátorság szót említjük, mint a lovagot, mert úgy gondoljuk, hogy egy középkori lovagregénybe csöppenünk, hogyha elkezdjük ezt olvasni. Bátorság és irgalom, ami Szent Mártont jellemezte egész kiskorától, és ezt ügyesen mutatja be a szerző, egészen haláláig. Én említettem a kedves nézőknek, hogy tollat ragadjanak, aki nem ismerné a mi SMS számunkat, hiszen SMS-ben várjuk majd a megfejtéseket. Kérem a kollégákat, hogy azért tüntessük fel, tehát 0620-2020-800, 0620-2020-800, és mi legyen a kérdésünk? Azt gondolnám, talán ez a mindenki számára, tehát még a gyermekek számára is a leginkább közismert, hol van eltemetve
Szentmárton. Tehát gyakorlatilag egy városnak, egy településnek a nevét kérjük. A megfejtők közül egy valaki megnyerheti ezt a könyvet, de mi lesz azokkal, akik nem nyerhetnek, de szeretnék elolvasni a könyvet? Igen, külön reklám, ha nem szeretnék adni a helyszíneknek vagy az üzleteknek, de az egyházi üzletekben mindenütt megtalálható ez a könyv a mai naptól, és azt gondolom, hogy miután az ára is nagyon barátságos, és amiben biztos vagyok, hogy nem csak a gyermekek és fiatalok, reméljük ők nem csak internetet és e-bookot olvasnak, hanem nyomtatott könyvet is, hanem a felnőttek, még az idősebbek is nagy élvezettel fogják olvasni. Bevallom, én nem tudtam abba hagyni az olvasását. Köszönöm szépen. Tehát egy megfejtést várunk, egy név, egy városnév, hol van eltemetve? Szentmárton és a 0620-2020-800-as telefonszámra, illetve erre a számra várjuk az SMS-eket a megfejtésekkel. Köszönöm szépen, de azért erről még beszélgessünk egy picit, csak egy fél mondat erejéig arról, hogy ugye gyakorlatilag Szentmártoni életéről, ahogy én mondtam, nincs film. De van egy dokumentumfilm, ezt még mi készítettük, a Szombathelyi Televízió. Molnár Péter kollégánk, Vörös András operatőr kollégánk ma is itt van a stúdióban, szolgálatban. Úgyhogy ennek is örülünk, hogy valahol mégiscsak magunkénak érezzük. Nagyon-nagyon Szentmárton. Szerintem mindenki, tehát nem csak a televízió érzi magáénak, hanem az egyház érzi magáénak, és hát lényegében nagyon sokszor elmondtuk itt már a televízióban is, hogy a Szent Márton a világ egyik legnépszerűbb szentje. És én ezt a könyvet bár még nem olvastam, de biztos, hogy el fogom olvasni, és azért is ajánlom a fiatalok számára is, mert tudjuk azt, hogy Szent Márton katonaember volt. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból is nagyon olvasmányos, nagyon érdekes lehet mondjuk egy fiatal számára is. Az idősebbek biztos, hogy el fogják olvasni, mert egész mások az olvasási szokásaik az idősebbeknek, középkorúaknak, mint a gyerekeknek. Úgyhogy én meleg szívvel ajánlom is, azért annyi könnyítést esetleg tegyünk a megfejtésnél, hogy azt is elfogadjuk, hogyha valaki nem helyesen írja le ennek a településnek a nevét, mert azért egy pici nec van bent, ugye, mert nem magyar településről van szó. Nekünk viszont feladatunk megismertetni Szent Márton életét. Ennek az évnek amúgy is az volt a feladat, hogy egy kicsit az ő életét ismertessük meg. Több televíziós beszélgetés is volt. Remélem, hogy egyéb más programokon is talán az életével sikerült egy kicsit megismerkedniük a szombathelyeknek. Ez a könyv egyébként kiválóan alkalmas arra, hogy jobban rögződjön bennünk a legfontosabb epizód, sorozat, amely az ő életében azokat a konfliktus helyzeteket idézte elő, aminek köszönhetően folyton előre haladt, és nagy változások következtek be az élet. Igen, és azért örülök személy szerint nagyon ennek a könyvnek, és amikor felvetették az ötletét, hogy le kellene fordítani magyarra, azonnal mellé álltam az ügynek, mert azt biztosan állíthatjuk, hogy Szombathelyen sokan hallottak már, hogy Szent Márton itt született, de azért valljuk be, az életéből nagyon keveset tudnak, még a felnőttek is. Tehát ez a könyv azért szenzációs, mert nem csak a klasszikusan ismert jeleneteket hozza az életéből, hanem bár a római korba visz vissza Szent Márton korába, de miután említettem, a szerző az mai ember, tehát oly módon állítja elénk gyermekkorától Szent Mártont, hogy akár egy mai gyermekről, egy mai felnőttről is szó lehetne a könyvben, tehát nagyon életszerű, nagyon húsvér ember ez a Szent Márton, aki nem úgy született, hogy szent volt, hanem azzá lett, és ezt nagyszerűen mutatja be a szerző. Köszönöm, Szent Mártonról még beszélünk majd, hogy miként áll az a program sorozat, amely ugye egy-két éven keresztül próbálja felvezetni majd azt a bizonyos nagyon fontos évet, amely egy kerek évforduló lesz, amit majd nagyon ünneplünk itt Szombathelyen, ehhez még persze csatlakozik majd egy másik fontos esemény, de térjünk rá egy olyan korszakra, egy olyan néhány hétre, amelyben most élünk, ez az advent ideje. Azt kérem majd, hogy erről gondolkodjunk egy kicsit közösen, ám előtte mi készítettünk egy kis interjút Tucainé Régvári Mariettával, a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas igazgatójával, nagy munka között leptük őt meg, de megnéztük, miként készül a Caritas az advent előtt. A Szombathelyi Egyházmegyei Caritas ilyenkor adventban még inkább az idősek, a betegek és az magányosan egyedül élő emberek felé fordul. Nekünk óriási szerencsénk van, hogy minden plébánián nagyon sok önkéntes munkatársunk készül már október-november óta a karácsony szent várakozó idejére, az adventra. Püspök atya meghirdette Szent Mártonkor a Váltsuk meg Szent Márton köpenyét című adománygyűjtő akciónkat,
Mi minden éven ezt a templomokba megcsináljuk, és ott a templomokba összejött adományokat szeretnénk ilyenkor egy kedves tea délután, egy beszélgetős délután folyamán átadni az időseknek, a betegeknek. Ilyenkor a gyerekek, a cserkészek, vagy éppen valamelyik intézményünk, valamelyik pszichiátri intézményünk kliensei egy betlehemes misztérium játékkal készülnek, hogy ez az est még szebb és még bensőségesebb legyen. Valamint az Egyházmegyei Karitás minden intézményébe készítenek apró kedves ajándékokat, kis fenyőfákat, kis angyalokat, és ezt egy gyertyával, egy fenyőággal kíséretben elviszik azokhoz az idősekhez, egyedülálló emberekhez, akik sajnos a lakásukat sem tudják elhagyni. Nem az a legfontosabb, hogy mekkora és milyen ajándékokat viszünk. A szeretet ajándékát vigyük el, hiszen ezeknek az embereknek, akik egyedül élnek, az a fontos, hogy ott legyünk velük egy gyertya fényénél, elbeszélgetni, meghallgatni őket, netán egy karácsonyi történetet, ha elmesélnek, azzal azonosulni, egyet énekelni velük. Ez számunkra a fontos, és ez számunkra a Caritasnak a karácsonyi üzenete, az advent üzenete. Épp arról beszélgettünk, hogy ez a kis sorozatunk elindul itt a televízióban. Szeretnénk keresni olyan közéleti személyiségeket, akik elmondják az adventtel kapcsolatos gondolataikat. Ma még lesz egy ilyen vendégünk, ám van egy másik vendégünk, aki hozott nekünk egy könyvet, és úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sokan kezdenek el játszani velünk, mert már érkeznek az első megfejtések. 0620-2020-800, ez a mi telefonszámunk, és egy gyönyörű könyvet, Bátorság és Irgalom című könyvet, Szent Márton élet regényét lehet ma megnyerni, sorsolni fogunk, de Püspök atya elmondta, hogy a könyv beszerezhető, majd még egyszer átbeszéljük, hogy hol. Most azonban egy kicsit a gondolatokban térjünk rá az adventre. Egy várakozás időszaka ez. Az Úr eljövetelét várjuk, elcsendesedünk, megpróbálunk egy kicsit jobban odafigyelni talán másokra. Ez is a feladata, azt gondolom, ennek az időszaknak. Hála Istennek, ez az idő, úgy érzem legalábbis, hogy az utóbbi 1-2-3 évben talán kezdi visszanyerni eredeti mi voltát, mert valljuk be, az elmúlt évtizedekben egy kicsit ez elment a vásári biznisz világába, és egyre többen fölismerik. Talán a nehezebb gazdasági körülmények ismertették föl velük, vagy tényleg elkezdünk gondolkodni, ezt én nem tudnám most megállapítani, de úgy tűnik, hogy valóban sokan ráéreznek arra, hogy az advent az elcsöndesedésnek az ideje. És azt merem állítani, hogy nem csak a vallásos ember számára van jelentősége ennek az elcsöndesedésnek, mert azért a mai stresszes világunkban, az állandó rohanásban, így amikor a nappalok igen rövidek, jó, hogyha az ember a családja körében le tud ülni, kicsit át tudják beszélni mindazt, ami velük történt, és a hívő ember számára pedig nem kétséges, hogy ez egy nagyon intenzív lelki időszak lehet, kell, hogy legyen, hiszen arra emlékezünk, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus, az Isten fia világra született, és ahogy a választott nép több száz éven keresztül várakozott a proféták jövendőlései alapján a messiásra, most azt egy sokkal rövidebb időn belül, de lelkiekben próbáljuk átgondolni, hogy mit jelentett számukra a messiás várás, és mit jelenthet számunkra, hiszen azt gondolom mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem csak emlékezni akarunk hívő emberek ebben az időszakban, hanem szeretnénk, hogyha bennünk valóban megszületne az Isten fia, Jézus Krisztus tanítását befogadnánk, az ő erejét felhasználnánk arra, hogy a mindennapokban hely tudjunk állni, illetve hogy azt az üzenetet, amit ő Istentől hozott, hogy Isten a szeretet, azt mindnyájan megtanulnánk saját szeretteink számára, de talán még kicsit tágabb körben mások felé is megélni, tanúsítani, hogy minden ember tudomást szerezzen arról, hogy Isten a szeretet Istene, aki minden embert üdvözíteni akar. Köszönöm szépen. Zoli, sokfelé jár egy újságíró az advent időszak alatt sportolók között is. Azt látjuk, hogy amikor ők leteszik a lantot, ebben az időszakban, így karácsony előtt szívesen vesznek részt adománygyűjtési akciókban, segítenek rászorulókon, ők maguk gyűjtenek, adnak egy meszt, hogy azt elárverezzük, és akkor a bevételből lehet segíteni. Te hogy látod, mennyire állnak ők is be ebbe a sorba?
Én azt hiszem, hogy maximálisan. Tehát átérzik ennek az ünnepnek, a várakozásnak a jelentőségét, és maximálisan egyetértek Püspök atyával is abban, hogy az utóbbi időben, mintha tényleg változott volna a dolog. Tehát most már inkább tényleg nem a dínomdánamról szól, a vásárról szól, hanem inkább lelkiekben próbálnak az emberek találkozni. Az egy hihetetlenül jó kezdeményezés szerintem, hogy a főtéren meggyullad egy-egy gyertya vasárnaponként, ugye most a második fog majd vasárnap meggyulladni. Ez az emberek összetartozását, a szombathelyek identitás érzetét erősíti, minden szempontból jó. Jó szerintem a város, mint közösség szempontjából, és jó az emberek, családjak szempontjából, mint kisebb közösségek szempontjából. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Jézus tanította az embereket, de talán az még fontosabb volt, hogy a tanítványait megihlette. Tehát, hogy nem csak megtanította arra, miként kell élni, hanem olyan ihletettséget adott nekik, hogy miután ő eltávozott közülük, ők rádöbbentek arra, ami bennük valójában már régóta ott volt, csak nem tudták felszínre hozni, és ez az ihletettség vitte tovább aztán az ő munkájukat. Ez az ihletettség átragadhat ránk? Ez az, ami mondjuk átragad a sportolókra, mert látják valakitől, és közben, miközben az elcsendesedés közben saját magukat megvizsgálják, akár a valójukat, akár az árnyék alakjukat, tehát azt a másik énünket, eközben rádöbbennek arra, hogy mit is kellene tenniük, hiszen ott van bennük, csak kell hozzá ez az ihletettség. Igen, és lássuk be, ez az apostoloknál sem ment könnyen, sőt olyannyira nem, hogy még az utolsó pillanatig is a probléma fönnállt, Péter megtagadta Jézust, tehát ez nem egy rövid, nem egy egyszerű feladat. Mindnyájunk számára az önnevelés az egy életre szóló kihívás. Azt gondolom, hogy akkor cselekedne bárki legrosszabbul, ha úgy gondolná, hogy én ilyen vagyok, fogadjanak el ilyennek, amilyen vagyok. Nem lehet. Az emberben mindig ott van a jobb, a szebb iránti utáni vágyakozás, és ez lehetséges is. De azt is be kell látnunk, hogy ahogy az apostoloknak nehézséget jelentett, és át kellett szűrni egész valójukon azt, amit Jézustól tanultak, ez a mi feladatunk is, ezért vannak az egyházi év folyamán úgynevezett erős idők, karácsony előtt, az advent, húsvét előtt, a nagybőti időszak, mert ezt az önfeldolgozást, önmagunkon való átszűrését az evangéliumnak akarja az egyház előmozdítani bűnbánattal, különleges liturgikus cselekményekkel, de lássuk be, hogy ezek is csak külső eszközök, amelyek segíthetik, de nem tudjuk megspórolni azt az egyéni belső küzdelmet, amihez feltétlenül el kell érkeznie mindenkinek, mert előbb-utóbb akkor vagy önmagát, életét fogja értéktelennek tekinteni, hogyha ezt a nemesebbik énjét nem hozza felszínre. Nekem mindig eszembe jut Babisnak a Analysis Christiana című verse, amelyben azt mondja, hogy sok éles vésőnek kell rajtunk faragni, míg meg nem állhatunk Isten oszlopos csarnokában. Igen, ez mindnyájunk számára, hívő hitetlen számára megspórolhatatlan menet, és akkor leszünk igazán boldogok, hogyha ezt a belső jó embert, ezt az Isten gyermeki létet felszínre hozzuk. Valóban lehet, hogy valaki nem is tudja, hogy igazából ez a teremtettségünkből fakadó belső ösztönzés, Isten teremtett bennünket, és jónak teremtett bennünket, de ha nem is tudja, de ennek a belső indítatásnak érez, azért ez megvalósítható, és ha meg valaki eljut a hit ajándékáig is, akkor egészen biztosan még nagyobb könnyedséggel fogja tudni ezt tenni, hiszen a bűnbánat szentségében, a szentségekhez járulásban ez megerősítést nyerhet benne, és ez az igazi ember, az igazi ember mi voltunknak a legsajátabbja, az fog győzedelmeskedni, csak ehhez küzdelmet jelent. Ez a bennünk élő jó, ez emlékeztetést kap azáltal, ha jó példákat lát. Ez olyan, mint az injekció, amellyel emlékeztetjük a szervezetünket arra, hogy valamivel szemben ellenállóbbnak kell lennie. Püspök úrnak a jó példáit hallottuk a Caritas iménti kis beszélgetés, igazgatóasszony az iménti kis beszélgetésben, és talán a sportolóknál is, vagy a közéleti szereplőknél is ez a jó példamutatás, az adakozás, az odafigyelés, ez lehet nagyon fontos. Hiszen ők elmennek a gyerekek közé, a gyerekek úgy néznek tényleg
lebegő rájuk, mint bálványokra. Tehát most olyan értelemben, hogy én is szeretnék olyan sportoló lenni, mint ő. Tehát van egy igazi jó példakép előttük. Ez fontos, Zoli? Nyilván. Nagyon fontos. Tegnap a Szombathely Ma című műsorban pontosan Huszár Léla volt a vendégünk, ugye, aki a lényegében a szociális szférából jött, mint igazgatónő, és vele beszélgettünk arról, hogy ebben az időszakban mennyire fontos az, hogy közveti személyiségek, sportolók odajának az olyan gyerekek mellé, akik hátrányos helyzetűek. És örömmel mondta ő is, hogy nagyon-nagyon pozitívak a tapasztalatok, tehát ha kell segítenek, ha kell elmennek játszani. Most például egy olyan esemény van a hétvégén, hogy ott van csörgőlabda világbajnokság, például haladás élsportoló női kézilabdázói mennek el, hogy ezekkel a gyerekekkel legyenek, hogy megmutassák magukat, hogy együtt legyenek velük. Ez nagyon-nagyon fontos. És tényleg én úgy látom, hogy akár a sportolók esetében, amiről nagyon sokat beszéltünk évközben, akár a művészek esetében, színészek esetében, bármelyik művészeti ág képviselő vagy közveti személyek odállnak a dolog mellé, és tényleg jó példával járnak elő. Köszönöm szépen. Püspök atya, a karácsony a következő olyan állomás, amit említett is már nekünk, hogy már készülődünk, lélekben készülődünk a karácsony ünnepére is, amely ugye nagyon összefügg az ajándékkal, de ilyenkor mindenki a tárgyi ajándékra gondol. Pedig néha egy-egy kimondott őszinte szó, amit már rég szerettem volna valakinek elmondani, ilyenkor sokkal többet ér bármely drága tárgyi ajándéknál, azt gondolom, a ránézés, a rátekintés, a rányitás, a rátelefonálás, a ráköszönés. Tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy van pénzünk drága ajándékra, vagy sem, ettől még nagyon-nagyon boldog és áldott lehet az az ünnep. Teljesen egyetértek önnel, viszont hadd utaljak arra, ami nekem személyes és néha egészen keserű fölismerésem, hogy ezzel tisztában vagyunk, hogy nem az ajándék, nem a materiális ajándék teszi a karácsonyt is szépé, és tehetjük szeretteinket boldoggá. Mégis megtesszük minden évben, hogy egyfajta versenyre kell is történik az ajándékok vonatkozásában. Tehát nem jutottunk még el odáig, hogy amit tudatilag már fölfogtunk, a gyakorlatban is merjük fölvállalni, és talán rá kell döbbentenünk szeretteinket éppen a materiális ajándékok híján vagy csekély voltával arra, hogy mi valami egészen más tartunk fontosnak, és azt viszont teljes egészében tegyen meg. Tehát tudjunk együtt ünnepelni, tudjunk leülni. Általában szoktam mondani, és ma ez különösen aktuális a vasárnapi munkavégzés vagy nem munkavégzés kapcsán, de nagy tragédiának érzem, és meggyőződésem, hogy a családjaink széthullásának egy oka található meg abban, hogy kevés család tud vasárnaponként leülni a terített asztalhoz, csak kevesen osztják meg a családtagok közül egymással az időt. Mindenki azt hiszi, hogy az a trendi, az a menő, hogy mindenki másfelé megy barátokhoz, ilyen sporttevékenység, olyan sporttevékenység, együtt kellene lenni. És még az ünnepeket sem tudjuk megmenteni sajnos sokszor. Még talán a Szenteste az az egyetlen olyan esemény, ami a fenyőfához, az asztalhoz ülteti a családtagokat, de már nem biztos, hogy az első nap is ennek szellemében történik. Tehát nem tudjuk átvinni a mindennapokba az egész évre, pedig erre óriási szükség lenne, hiszen a szeretteinknél többre nem igazán van szükségünk, hogy velük szeretetben élve igazi, boldog, kiegyensúlyozott személyiségekké váljunk. De ha rohanunk, egymásra sincs időnk, kitől fogjuk ezt megkapni? A legjobb barát sem tudja azt adni, amit a családtag, amit a szülő, a testvér, a gyermek tud adni a szülőnek. Erre kellene nagyon figyelnünk, hogy merjük fölvállalni, hogy nem materiális ajándékokkal akarjuk egymást megajándékozni, hanem önmagunkkal, értékeinkkel, szeretetünkkel, és nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján. Érdekes egyébként az is, hogy nagyon sokan ilyenkor arra törekednek, hogy valamit, ha elrejtve is, de ők maguk készítsenek. Tehát ez a materiális ajándék, ez lehet olyan, hogy nem adok ki érte sok pénzt, hanem megfizethetetlenné teszem, mert előállítok egy olyan egyedi tárgyat,
amelyet soha a világon senki más nem fog adni annak, akinek én ezt ajándékozom, az értéke felbecsülhetetlen, mert miközben én azt készítettem, arra az emberre gondoltam, akinek én ezt adni fogom. És ez azt hiszem, hogy egy nagyszerű dolog lenne, ha ezt hozzászoknám. Egyébként pontosan ezt szerettem volna mondani. Bocsáss meg, Zoli. Életem legszebb ajándékait a kisfiamtól kaptam. Uh-huh. Tehát, hogyha rajzolt valamit nekem, vagy azt hiszem tavaly, vagy tavalyra csináltak olyat, hogy egy falapra ragaszgattak kocka cukorból dolgokat. És ez volt a karácsonyi ajándék. Soha ilyen szép ajándékot nem kaptam senkitől. Csak hadd említsem meg, ugye Mikulás este van, és ma reggel az egyik kolléganünk kezembe adott egy kis ajándékot. A kislánya, ha jól emlékszem, most 4 éves, a kislánya készítette nekem, név szerint nekem, egy 2 kis papírból, egy pirosból és egy fehérből egy Mikulás alakot ragasztott nekem össze, és ezt elküldte. Hát ilyen apró dolgokra gondolok, és örülök, hogy vannak családok, ahol ezt így is gyakorolják, mert egészen biztosan ez az odafigyelésnek, a rágondolásnak, a szeretetnek egy olyan gesztusa, amit nem lehetett volna semmi mással pótolni. De ez sokak életéből sajnos hiányzik. Egy olyan világban élünk, amikor azt hiszük, hogy még a szeretetet is meg tudjuk vásárolni pénzért. Vagy vásárolunk valamit, nem bajlódok én, nem bíbelődök azzal, hogy én majd valamit csinálok, hanem megveszem, kész. Egy szolgáltató világban élünk, ahol mindent meg lehet pénzért vásárolni. De azt a szeretetet, amit tudnánk adni a magunk készített ajándékokkal, azt nem lehet sehol. A szeretetet itt, ezen a földön, ebben a dimenzióban csak ember tud embernek adni. Tehát ezt nekünk valóban így kellene megfogadnunk. Püspök úr, ne haragudjon, hogy tovább lépünk egy nagyon picikét, de azt gondolom összefüggésbe lehet hozni. Azt, hogy egy iskolában miként nőnek fel a diákok, miként tanulják meg az igazságot, egészen onnantól fogva, hogy a tejjel élő gyermek még nem ismeri az igazságot, de az igazi táplálékot, a kemény szilaj táplálékot evő ember már igen, tudnia kell, de nem mindegy, hogy kik tanítják meg erre, és hogyan tanítják meg erre. Most elindult egy iskola építési folyamat. Hol állnak, hol tartanak ezzel? Miután hallom, hogy nagy érdeklődés van a városban ez iránt, nagyon röviden nem akarnék a múlttal, ami ide vezetett, foglalkozni, de mégis hadd említsem meg, hogy a szükség vit rá bennünket. 2 régi épületben van jelenleg az iskolánk, mind a 2 épület komoly felújítást igényel, elektromos vízvezeték, akadálymentesítés, és még akkor is 2 külön épületben lenne, illetve egyiknek sincsen tornacsarnoka, és miután a római romok fölött van mind a 2 épület, az udvarán egyiknek sem lehet építkezni, egy ásonnyomnyit sem lehet menni. Tehát fölmértük, hogy mit lehetne csinálni, és akkor döntöttünk amellett, hogy egy uniós pályázaton meg kellene céloznunk egy új területen, egy új épületnek a felépítését. Hála Istennek ez a munka júliusban elindult, az alapkőletét erről bizonyára sokan a városban értesültek, és hála Istennek jól halad a munka a terveknek megfelelően, 13 hónap áll rendelkezésére a kivitelezőnek, tehát jövő év július végén ez az épület átadásra kell, hogy kerüljön, és szeptemberben már ott szeretnénk az új iskola évet elindítani. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egyrészt ennek az épületnek minden adottsága meg lesz arra, hogy a legmagasabb technikai eszközökkel is szinten tudjuk a gyerekeket tanítani, ami azt gondolom a mai világban nagyon-nagyon fontos. Másrészt lesz egy olyan sportcsarnoka ennek az épületnek, amely egyrészt az iskola mindennapos testnevelési igényét kielégíti, hiszen akkora tornacsarnok lesz, hogy 2 mobilfallal 3 részre osztható lesz a terem, tehát 3 osztály párhuzamosan tud majd benne testnevelés órát tartani, és ugyanakkor a 2 mobilfal elmozdításával egy akkora tornacsarnok lesz, ahol európai szintű sporteseményeket meg lehet rendezni. Ez a pályázati kiírásnak egyik föltétele volt, és bevallom, hogy ennek szívből örülök, még akkor is, hogyha ez nyilván plusz szervezést és komoly szervezést fog igényelni, hogy jól ki legyen használva, de ezzel a városnak így is szolgáltunk. Az iskola is a várost és a környékét fogja szolgálni, de a sportesemények kapcsán is azt gondolom, hogy így akkor a városnak is nagyobb lehetőségei nyílnak arra, hogy
európai szintű, vagy akár világszintű sporteseményeket ide csalogassunk a városba, és ebben segítségre tudunk lenni. Köszönöm szépen, csak még egy kérdés Zolihoz, mert ugye mi is elég gyakran beszélgetünk itt a stúdióban pedagógusokkal, és hát nyilván a pedagógusok társadalma napjainkban hol megbecsültnek érzi magát, hol kevésbé, anyagilag, erkölcsileg, nem tudom melyik lenne a számukra, nyilván a fontosabb, de valahol mindig azt érzem, és ezt még szegény nagyapámtól maradt meg ez a mondás, hogy a pedagógus, miután idősebb lesz, akkor derül majd csak ki igazán, hogy az általa kinevelt nemzedék, aki majd az országot vezeti, vagy a várost, vagy a megyét, miként ismerje el az ő és az utódjainak, az utána következő pedagógusoknak a teljesítményét, akár erkölcsileg, akár pedig anyagilag. Tehát nagyon fontos az, azt gondolom, hogy jó pedagógusok tanítsák a gyerekeket, jó példát tudjanak nekik mutatni, mert az a felnövő generáció, akit ők tanítanak, majd ők mondják meg, hogy megérdemlik-e esetleg a nemzet napszámosai, ahogy szoktuk is mondani őket, az erkölcsi és az anyagi elismerést. Erről mi a vélemény? Mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos gondolat. Hát ha valakit meg kell fizetni, akkor azok a tanárok tényleg. A lényegében a jövőnk zálogai, azok a gyerekek, akiket ők tanítanak. Abszolút nem mindegy, hogy milyen erkölcsi alapokon nyugszik ez az oktatás, és abszolút nem mindegy azt, hogy milyen emberek azok, akik ott állnak a katedrán, és akiről a gyerekek példát vesznek, mert legelőször szerintem a példakép számukra az a tanár, az osztályfőnök. Nagyon-nagyon fontos, azt még nagyon-nagyon örömmel hallottam, hogyha egy egyházi iskolában ilyen fontos szerepe lesz majd a sportnak, mert nem csak a léleknek van szüksége táplálékra, hanem a testnek is, és tényleg a mindennapos testnevelés szerintem egy hihetetlenül jó dolog, és az, hogy egy ilyen csodálatos sportcsarnoka lesz még pluszba a városnak, az meg még jobb. Igen, épp testben, épp lélekkel szoktuk emlegetni, tehát ez szorosan valóban összetartozik. Én csak annyit fűznék hozzá, teljesen egyetértve az elhangzottakkal, hogy az biztos, hogy a tanárok ma egy rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve, éppen azért, mert tisztelet és nagyra becsülés azoknak a családoknak, akik jól működnek, de a családok nem működése miatt a tanárokra még nagyobb erkölcsi felelősség terhelődik. Én ugyan az előbb az iskolaépítés kapcsán a technikai föltételek szükségességére utaltam, de azt messze meghaladja a tanároknak nem csak a tudásbeli szintje, hanem erkölcsi és személyiségi értéke, hiszen a gyerek az óhatatlanul a pedagógusra fölnéz. Nem egyszer még a szülővel szemben is, ugye hallom kisgyermekes szülőktől, hogy otthon nem hallgat bizonyos dologra, de az óvónéni azt mondta, és onnantól kezdve a szülő szava az szinte másodrangúvá válik. A óvónéni vagy a tanítónéni ezt mondta, már pedig akkor annak úgy kell lenni, és mindenki felemelt kézzel engedelmeskedik ennek a fölkérésnek, ami önmagában nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a gyerek elfogadja a felnőttnek az irányítását, és ha fel tud nézni arra az óvónénire, tanítónénire, tanárnénire, az egészen biztosan neki is jó, a tanárnak, de még inkább jobb annak a gyereknek, aki példaképet lát maga előtt, és akinek a irányítására rá mer hagyatkozni. Ez óriási dolog. Köszönöm szépen. Azonnal hamarosan sorsolni fogunk, ugye talán még emlékeznek rá azok, akik a műsor elején kapcsolódtak, vagy velünk vannak, arra, hogy egy könyvet nyerhetnek, azok, akik helyes válaszokat küldenek be nekünk, még adunk önöknek 2,5 percet, hiszen következik most majd egy újabb adventi gondolat, és utána sorsolni fogunk a 0620-2020-800-as SMS számunkra lehet még küldeni a megfejtést, a kérdés pedig az volt, hogy hol van eltemetve Szent Márton. Tehát egy város nevét kérjük majd be. Mi jövünk vissza, a kollégáink bizonyára előkészítették már a következő adventi gondolatot, melyet rögzítettünk a mai nap során dr. Csider Sándorral, a főiskola nyugalmazott docensével. Ez következik most. Karácsony ünnepe akkor születik meg a szívünkben, amikor először gondolunk rá, és először teszünk érte valamit. Advent időszakában idézzük meg Jézus születésének történetét, hogy újjászülethessen bennünk. Gondoljuk végig a legszebb gondolatait, a tisztaságot, az adni tudást, az elfogadást,
az együttérzést, a megbocsátást, a másikért való tenni tudás képességét és lehetőségét. Ezen az időszakban a lelkünket is tegyük tisztába. Haraggal, gyűlölettel nem állhatunk a karácsonyfa mellé. Szeretettel annál inkább. Minden egyes nap szeressük jobban a társainkat, mint az előzőn, és még mindig kevésbé, mint a másnapi napon. Úgy induljunk el reggelente, hogy fogadjuk meg, akivel ma találkozunk, valami kis jót teszünk a számára. Szebbé és boldoggá tesszük a többiek életét, de a magunkét mindenképpen. Díszítsük fel a környezetünket is. A lakásunkat, a házunkat, az udvarunkat, az utcákat és a tereket, és készüljünk sütéssel, főzéssel is az ünnepre, de ne úgy, hogy egy valaki túlságos sok munkájával, hanem ez ne is legyen munka, hanem élvezet, mert együtt végezzük azokkal, akiket szeretünk. Minél többen részesülünk az előkészületben, annál szebb lesz valamennyünk számára az ünnep. És a legszebb ajándék nem más, mint saját magunk, hogy vagyunk, hogy boldogulni tudunk, és egymásnak örülhetünk. Az ünnep annyit ad a számunkra, amennyit mi adunk az ünnep számára. Bearanyozhatja az életünket. Egy lehetőség. Élünk vele ezen a szent időszakban is, és aztán a hétköznapokban is. Hassa át a cselekedeteink. Időközben rengeteg megfejtés érkezett, és hálásan köszönöm Önöknek, hogy velünk voltak a műsor végéig. Remélem, hogy nem csüggednek el azok sem, akiknek a nevét most nem sorsolom ki. Én azért ettől függetlenül meg kellem, hogy lássák Önök is, hogy tényleg valóban rengeteg a megfejtés, és Püspök atyát kérem meg arra, hogy legyen úgy, hogy a második, mivel hogy a második gyertyát gyújtjuk meg a hétvégén, vagy egyből az első. Szerintem a második, de az elsőt nem nézzük meg. Akkor az elsőt nem nézzük meg, de akkor legyen a második a győztes megfejtő. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, és akkor mutassuk meg a kamerának is. 0620, bocsánat, ide mutatom akkor a kollégának. 0620 534 0814-es, talán lehet látni, tehát még egyszer is ezt a gyönyörű szép könyvet nyerte szerencsés játékosunk. Gratulálok persze mindenkinek, és kérem Püspök atyát, még egyszer is mondjuk el, hogy beszerezhető ez a könyv, szép karácsonyi ajándék, és tényleg nagyon jó ára van. Igen, a kegytárgyáros boltokban mindenütt beszerezhető a városban, és legfőképpen a Martinus kiadónál fogják megtalálni. Köszönöm szépen a játékot is, még egyszer is gratulálok, tehát ugye túr volt a megfejtés, bocsáss meg Zoli. Erre gondoltam, hogy mondjuk el a helyes megfejtést, akkor már egy... Jó, köszönöm szépen, és a maradék egy-két percben arra kérem atyát, hogy még egy pár gondolatot a Székesegyház felújításáról, hogy állnak, elkészülünk-e majd arra bizonyos nagyszerű évfordulóra, és hát vajon lesz-e kiemelt látogatója a Székesegyháznak? Igen, 2016 azt gondolom nem csak az egyház megye, hanem az egész város számára egy rendkívüli fontosságú év lesz. Ha pedig megvalósul az, amire utalni tetszik a kérdésben, hogy valóban a Szent Atya ellátogat hozzánk, akkor pedig az egész ország számára egy kiemelkedő évé válhat. Megkérdezem gyorsan, hogy ennek mekkora az esélye most per pillanat, hogy látja? Nagyon nagy a valószínűsége, két dologra emlékeznék csak. Egyik az, hogy júliusban a nuncius úr, a budapesti nuncius járt a Vatikánban az éves beszámolón, rákérdezett az államtitkárságon, és azt mondták, evidenciában van tartva, de jövőre fogják csak a 16-os évnek a programját előkészíteni. Októberben egy papszentelés kapcsán alkalmam volt nekem is a Szent Atyával találkozni. Bemutatkoztam, hogy honnan vagyok, hiszen eddig még nem találkoztam vele, és elmondtam, hogy mi hívtuk meg, és most nagyon örülök, hogy szóban is megismételhetem ezt az meghívást, és akkor csak annyit mondott, hogy va bene pregate per me, rendben van, imádkozzanak értem. Úgyhogy én bízom benne, hogy ebből az volt, hogy jó egészségben legyen 2016-ban is ellátogat hozzánk. Visszatérve a Székesegyházra, gondolom, hogy a városban élők számára nem kétséges, hogy arra az épületre nagyon ráfért már egy
külső felújítás, és ennek lassan a végéhez érkezünk. Több oknál fogva a vége felé vagyunk, mert legfőképpen azért, mert a kutatáshoz, ami a felújítási engedély megszerzésére szükség volt, föl kellett állványoznunk a Székesegyházat, viszont azt is értelmetlennek tartották a munkatársaim, hogy a kutatás után lebontjuk, és majd, amikor megvan az engedély, akkor kezdjük újra felépíteni. Tehát most már több hónapja állványerdőben van a Székesegyház, de ez minden bizonnyal karácsony előtt lekerül a Székesegyházról, és már a két toronynak a csúcsát láthatják, hogy milyen szépen megújult, és azt gondolom, hogy sokan még a helybeliek sem feltétlenül fogják fölismerni az új Székesegyházat, mert olyan szép volt eredetileg, csak rengeteg szennyeződés volt már a köveken, és azt gondolom, hogy ezzel is méltóképpen készülünk a jubileum esztendőre, hiszen mindenképpen sok ezer látogatót, zarándokat várunk 16-ban Szombathelyre, így a Székesegyházba is, ha pedig a Szent Atya jön, akkor ez így lesz méltó. Nagyon szépen köszönöm, a biztatást is köszönöm, és hát azt hiszem, hogy mindent meg fogunk tenni, vagy elkövetünk majd annak érdekében, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy most velünk ezt Püspök Atya ismertette. Köszönöm, hogy eljött, elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm az érdeklődést, örülök, hogy itt lehettem. Áldott, békés adventi készületet kívánok önöknek és a tévénézőknek is, és bízom benne, hogy így egy nagyon boldog karácsonyunk lehet. Köszönöm szépen, Zoli, neked is köszönöm, hogy itt voltál velünk, a kedves nézőknek a figyelmet, az, hogy velünk együtt voltak és játszottak is velünk. Tegyék ezt meg máskor is, és ma este se menjenek el, hiszen hamarosan friss hírekkel jelentkezünk. Aztán még egyszer, akik esetleg most jöttek csak hozzánk, megnézhetik ezt a nagyon értékes beszélgetést. További szép estét, bánjanak jól az idővel és a szeretettel, viszontlátásra! Együttműködő partnerünk a Stihl Ruhagyár.